az előszobából, és a konyha részre lekerült az hajzott beton. Ugye arra azért volt szükség, azt a múltkor mondtam, mert itt a parketta és az előszoba között egy ilyen szinteltérés volt, és akkor most így ki lett hozva, tehát végig ugyanolyan a távolság, ugye erre majd megy még a padlólap, és akkor a másik változás meg az, hogy megfordítottuk az ajtót, és akkor most már nem kifele nyílik, tehát ide a szobába, hanem befele fog nyílni be a fürdőszobába, hát így több helyen marad majd itt a szobában. Egy újabb fázis, ami egy kívülálló számára talán semmit nem jelent, de én állatira örülök meg, hogy ez is elkövetkezett. Fölkerült az első réteg festék a falra, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve már épülni, szépülni fog a dolog, és nem kell semmit rombolni, tehát kifele már semmit nem viszünk, csak befele hordunk anyagot, és akkor mutatom, hogy néz ki. Ugye azért ezt így látni kell, a sarkok ki lesznek még húzva, meg hát erre megy még egy réteg, az ablakok is le lesznek festve, szépen fehérre, tehát akkor nem lesz ilyen sárga, és akkor föl, oda a sarkokba, illetve a lámpa köré megvettem a díszléceket, tehát ilyen holker díszlécek kerülnek majd minden sarokba, illetve a lámpák alá pedig ilyen rozetták, és ahhoz pedig valami nagyon babak is csillát nézünk majd. Na, hát egyelőre most jelen pillanatban így tart a dolog. A fürdőszoba az még, hát igen, hát az is szépen készülget, az még nem mutat nagy változást, de azért itt is haladunk szépen előre. Nem szeretem a műanyag lábakat a szekrények alatt, ezért azt a megoldást választottam, hogy készítettem ilyen kis kereteket hulladékból, és ezekből gyakorlatilag egy dobogó készül majd, amit lerögzítek ide a földre, és akkor ennek az oldalára fel fogunk csempézni, tehát gyakorlatilag a szegély az följön az oldalára, és akkor így rendesen tiszta lehet tartani, nem megy alá a kosz. Mérföldkő, mögöttem látszik, hogy végre lekerült a burkolat az előszobából, illetve ez majd a konyha szekció lesz. És hát ezt nem tudom, hogy említettem-e korábban, hogy az volt az elképzelésem mindenképpen, hogy egy ilyen utcai jelenet legyen itt ezen a részen. Ugye azt már többször mondtam, hogy ott szeletelt tégla lesz majd a falon. Hát és akkor ezt a ilyen szedetvedett utcakörre emlékeztető padlólapot látnak, nekem tetszik. És akkor azt csináltam, hogy ezekről a gázcsövekről fogtam és lecsiszoltam a festéket oda a sarokig, és hát az a terv, hogy ez egy ilyen ipari jellegű felület lesz. Készült a téglafal, hatalmas kihívás volt, nem is a téglának a fölrakása, hanem a fugázás. Ugyanis hát ez egy szeletelt tégla, 2 cm vastag csak,
és csemperagasztóba raktuk, és a fugát az utána kellett így bekenegetni ide a téglák közé, hát arra elment vagy két napunk. Elkezdtük lerakni a padlót, most itt tartunk, ez hamarosan kész van, ott már látszik a zuhanytárca is ki van rakva, hát még a metrócsempe hiányzik innen a falakról. Ki van festve mindent, az ablakokat kell még lemázolni. Ugye ott elkészült ez a téglafal, a konyhának a helye is ki van festve ide. Ma megrendeltem az anyagot, majd meg kell csinálnom a konyhát. Az utolsó fázisok egyike, hogy elkezdtem összerakni a konyhabútort. Íme, itt a mosógép tetején fogom összerakni a korpuszokat. Itt az anyag, mindent megvettem hozzá, persze, hát nincsenek illúzióim a kapcsolatban, hogy most ezzel úgy hip-hop kész lesz a dolog, de hát legalább ennyivel is előbbre vagyunk. És aztán az, hogy nincsenek rajta ajtók, meg nincs befejezve olyan csiribirire az egész, az már nem érdekel. Ha úgy tervezem, hogy hamarosan visszaköltözöm, és akkor aztán már majd menet közben lehet tudom csinálni a dolgokat, hogy talán egy kicsit jobban fogok haladni, nagyobb lesz az inspiráció.